vagy elvisszük a gázt és fizetünk, vagy ha nem visszük el a gázt, akkor is fizetünk. Még évekig elég az orosz gáz, hiába jár le a szerződés. Igaz, a megvett mennyiség Ukrajnán át érkezik, ahol háború van. Merkel után Putyin előtt a magyar kormány a maga útját járja. Orbán tovább egyensúlyoz Európa és Oroszország között. Kancellár asszony látogatása, meg az ott elhangzottak nem befolyásolják, hogy a miniszterelnök mit fog tárgyalni az orosz elnökkel. Amerika fegyvereket készül adni Ukrajnának, most 250 ezer ukrán katona áll 800 ezer orosszal szemben, és Oroszország atomhatalom. A politikai vezetők mondják meg, hogy kikapjon a nagy cégek adófelajánlásaiból, a TAO-ból. Ezt állítja egy magyar ifjúsági sportvezető. Jó estét kívánok, ez a 7.24. Európában a hiányosnak minősített magyar demokrácia téma a tegnapi csúcs után Magyarországon inkább Orbán egyensúlyozása Európa és Oroszország között. Orbán Viktor azt mondta, hogy a mi kitettségünk, ugye kiszolgáltatottságunk Oroszországnak sokkal nagyobb, mint a németeké. Így nem is legénykedhetünk. Az országnak gáz kell, és csak az oroszok tudnak eleget adni. Így fogalmazott. Magyarországra ma komoly mennyiségben csak Oroszországból érkezik gáz. Ez egy probléma. Ennek az évnek az egyik legnagyobb problémája a magyar naptárban, és ezt a problémát nekünk az év első felében meg kell oldanunk. Egyébként nem működnek a háztartásaink, és nem működik a magyar ipar. Tehát Orbán, ugyanakkor a fejlesztési államtitkár szerint még évekig elég gázt kapunk Oroszországtól új szerződés nélkül is. A régi lejár valóban, csak hogy nem használtunk fel minden gázt. Ettől még túlságosan függünk Oroszországtól, ez nyilvánvalóan igaz. De mit segíthetnek ezen az oroszok? Vagy Putyin? László Pál összeállítása. Bence gázzal fűt, és a magyar lakosság java ugyanígy van ezzel, orosz gázzal. Hiszen az évi 2,5 milliárd köbméternyi magyar termelés csak negyede a felhasználásnak. Ezért fontos, hogy mennyiért vesszük az orosz gázt. És erről hosszú távú szerződésben szoktunk megállapodni az oroszokkal. Legutóbb 1996-ban kötöttünk ilyet. A szerződés egészen pontosan 2015-ben jár le. Mivel ezt a szerződést nagyon sokszor újra tárgyalták a piaci körülmények változása miatt, a szerződés egyébként azóta többször gazdát is cserélt, előbb elkerült az E.ON-hoz, majd az NVM-hez, és most az NVM-nek a tulajdonában van. Ezek szerint, ha nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor abban állapodtunk meg, hogy nagyjából 80 forint per köbméter áron veszünk nagyon sok gázt, de nem vettünk. Vagyis a sok újratárgyalásnak az lett az eredménye, hogy mostanra megmaradt egy csomó gáz, és azt mindenképpen meg kell venni az országnak az oroszoktól. Vagy elvisszük a gázt és fizetünk, vagy ha nem visszük el a gázt, akkor is fizetünk. Alapon működik. Ellenben az elmúlt években, ha nem vittük el a gázt, az orosz fél nem kért tőlünk fizetést, hanem meghosszabbították ennek a lehetőségét. Tehát van még olyan gázmennyiség, amit a szerződés alapján, ami 2015. december végén járna le, még elvihetünk a következő években is. Szakértők szerint ez azt jelenti, hogy stagnáló vagy csökkenő fogyasztás esetén akár 2021-ig is van elég gáz, amit meg kell vennünk az oroszoktól. És jó részt onnan, mert nem jön máshonnan. Igaz, a bolgárok 100%-ban orosz gázt használnak, és a csehek és a szlovákok sem nagyon kapnak máshonnan. Nekünk 65% az orosz függésünk gázból, de az osztrákok és a lengyelek sem állnak sokkal jobban. Nem úgy, mint Románia. De ennek ellenére nem biztos, hogy most kell igazán tárgyalnunk arról, hogy mi lesz az orosz gázzal, hiszen a tárolókapacitásunk óriási, és ugye még évekig kapunk az előző szerződés szerint is gázt. László Pál, 7.24. Ezt tudjuk, hogy a gáz nem csak az embereknek fontos, a lakossági fogyasztóknak, ahogy mondják. Az évi 10 milliárd köbméternek fűtésre csak a harmadát használjuk. A magyar vegyipar az összes gáz 10%-át használják. 2009-ben, amikor korlátozni kellett a gázfogyasztást, akkor több húsüzem és a Hankook gumigyár mellett a Suzuki is leállt. Vagyis, ha nincs gáz, vagy drága, akkor Magyarország versenyképessége is kérdésessé válik. A saját útját járja a magyar kormány, a külügyminiszter szerint a Merkel találkozó nem befolyásolja semmilyen módon a Putyin találkozót. Szijjártó Péter azt mondta a 7.24-nek, hogy újabb szankciók szóba se kerültek Oroszország ellen. Az biztos, hogy Putyinnak nagyon jókor jön a találkozó, hiszen európai vezető régen nem fogadta Benyó Rita összeállítása.
Virágcsokor, készcsók, hivatalos fogadás. Ezt láthattuk tegnap Angela Merkel látogatásából. Mára viszont egyre több részlet derül ki a zárt ajtók mögött elhangzottakból is. Az egyik sajtóhír, hogy a BMW gyárat építhet Magyarországon. Emellett a Siemens beszállna a paksi beruházásba, és a több mint 170 milliárdos helikoptervásárlásból is részesedhetnek a németek. A külügyminiszter viszont cáfolta, hogy konkrét gazdasági megállapodások születtek volna. Nem tárgyaltunk konkrét vállalati beruházásokról. Én a BMW-ről annyi plusz információval tudok szolgálni, hogy Münchenben tárgyaltam a BMW kormányzati kapcsolatok vezetőivel még december hónap folyamán, amikor ők világossá tették, hogy jelenleg európai gyártókapacitás bővítését nem tervezik. Az összes többiről én magam nem tudok. Szilárd meggyőződésem, hogy ez a konfliktus katonailag nem megoldható. Ennek érdekében, ha kell, szükséges szankciókat alkalmazunk. Orbán is hangsúlyozta, hogy nem fegyveres megoldást akar, ugyanakkor a szankciókról nem beszélt. Az orosz gazdasági kapcsolatok nélkülözhetetlenségéről viszont igen. Én nem tudok elképzelni olyan a világban versenyképes Európai Uniót, amely nem tudja beépíteni magába Oroszország energiaforrásait és nyersanyagait. Kormányzati források szerint már az előkészítő fázisban jelezték, hogy Merkel mindenképpen meg akarja nyerni Orbánt az Oroszország elleni további szankcióknak. Szijjártó szerint viszont ez szóba se került. Jelenleg újabb gazdasági szankciók nincsenek napirenden, hiszen a külügyek tanácsa nem hozott ilyen döntést, és ilyen döntést egyébként is csak az Európai Tanács hozhat, amelynek pedig formális ülése legközelebb márciusban lesz, februárban egy informális ülést fognak tartani. Tehát. De nyilván Angela Merkel puhatolózhatott arról, hogy egyáltalán van-e nyitottság a magyar félben arról, hogyha egy ilyen előtérbe kerülne, akkor azt támogatnák-e? A plenáris ülésen ilyen puhatolózásra nem került sor. A külügyi szakértő viszont ezt teljesen elképzelhetetlennek tartja. Teljesen kizárt, hogy Angela Merkel ezt ne hozta volna fel ezt a témát. Fotó és készfogás biztosan lesz két hét múlva újra Putyin és Orbán közt. És a külügyi szakértő szerint éppen ez az egyik fő cél, amiért Putyin idejön. Vladimir Putyin számára rendkívül jól jön önmagában egy fotó lehetőség egy európai tagországban, és ezzel tovább szíthatja a feszültséget az Európai Uniós tagállamok között a szankciós politikát illetően. Éppen ezért elsősorban egy szimbolikus megjelenésre számíthatunk, ami önmagában most egy nagyon súlyos diplomáciai üzenet. Még a pessimistább forgatókönyv pedig valami olyasmit jelenthet, hogy Törökországhoz hasonlóan esetleg itt tesz egy meglepetés értékű bejelentést Vladimir Putyin. És ez az, amiért állítólag Merkel óvatosságra intette Orbánt Putyinnal. Miniszterelnök urat nem kell figyelmeztetni, miniszterelnök úr pontosan tudja, hogy mikor, milyen módon kell tárgyalni, pontosan tudja azt, hogy kivel tárgyal, pontosan tudja azt, hogy milyen figyelem övezi azt a tárgyalást, tehát természetesen ilyen figyelmeztetésre neki nincsen szüksége. Ugyanakkor biztos, hogy aznap az egész világ Magyarországra fog figyelni, ugyanis az orosz elnököt a malájgép kelet-ukrajnai lelövése óta egyetlen Európai Uniós ország vezetője sem hívta meg. Benyó Rita, 7.24. Nincs tűzszünet Ukrajnában, amiért a két fél egymást hibáztatja. Egy nap alatt 5 ukrán katonát öltek meg, a háború kezdete óta majdnem 5000-en haltak meg. Az egykor 1 milliós Donyecket nagyon megviselték a harcok. Így néz ki most Donyeck. Két rakétatámadás között az élet újra és újra megindul. A helyiek igyekeznek eltakarítani a romokat. Az egykor 1 milliós nagyvárost megviselte a konfliktus. A házak romosak, munka alig van, a víz és az áramellátás akadozik, tehát a legalapvetőbb szükségletek kielégítése sem biztosított. Így nézett ki a Donyecki Szergej Prokofjev nemzetközi repülőtér tavaly márciusban. Akkor éppen egy komoly zenei flashmobot tartottak a váró közepén. A 2012-es foci Európa bajnokságra építettek egy vadonatúj központi épületet. A város legmodernebb létesítménye volt, egy kis nyugat az ukrán keleten. Most, kevesebb mint egy évvel később így néz ki. Minden romokban, semmi nem maradt a hatalmas üvegfalakból. A repteret most éppen az ukrán kormány ellenőrzi, de az elmúlt hónapokban itt folyamatos volt a harc, még a tűzszünet alatt sem álltak le. A Minszkben kötött tűzszünet összeomlásáért mindkét fél a másikat hibáztatja.
A szeparatisták képviselői Fehér Oroszországba utaztak, onnan magyarázták a bizonyítványukat. Szerintük ők csak védekeznek, és bármikor leülnének újra tárgyalni, de a kijevi kormány nem hagyja abba a harcot. Csak az elmúlt 24 órában 5 ukrán katona halt meg Kelet-Ukrajnában, a Donyeck és Luhanszk közötti területen. Erről Andrej Lisenko, az ukrán nemzetbiztonsági szóvivő beszélt. Az ukrán hadsereg és a szeparatisták közötti tűzszünet nagyon törékeny volt az elmúlt hónapokban, és a múlt héten esett végleg darabokra. A két fél lőni kezdte egymást a Donyecki reptérnél, majd a kormányerők kiszorították a felkelőket. Ezután már a tárgyalásokat is lemondták. A harcok egyenlőtlenek a Don térségében. Az ukrán hadsereg ugyan már a Európa második legnagyobbika lett, megelőzve a franciákat. 250 ezer aktív katona és 3 ezer páncélos áll rendelkezésre a körülbelül 30 ezer szeparatista felkelővel és az 500 tankjukkal szemben. Ez viszont csak addig túlerő, amíg nem számolunk Oroszországgal. 800 ezer aktív katona és 8 ezer páncélos. Ennyit tudna Putyin bevetni, ha akarna, vagy a helyzet megkívánná. De az ukrán hadsereg segítséget kaphat. Amerika küldhet fegyvert Ukrajnának. Merkel ugyanezt kizárta, Orbán Viktor pedig egyetlen szóval válaszolt. Emlékszünk az ezt firtató kérdésre. There are a whole plethora. Tele van az internet olyan tudósításokkal, amelyek szerint az Egyesült Államok fegyvereket küldene Ukrajnába. Szegezte neki egy újságíró az amerikai külügy szóvivőjének. Folyamatosan figyeljük a helyzetet és gondolkodunk a megfelelő megoldáson. Különösen aggaszt minket, hogy a szeparatisták ismét előre nyomulnak. Részleteket nem mondhatok, de keressük a konfliktus békés megoldásának lehetőségét is. Tért ki az érdemi válasz elől a szóvivő. Sajtóhírek szerint az amerikai kormányzat Oroszország nyilvánvaló beavatkozása miatt fontolgatja azt, hogy fegyvereket küldjön. Putyin ugyanis továbbra is folyamatosan támogatja a felkelőket, miközben azt állítja, hogy Moszkva távol tartja magát a konfliktustól. John Kerry külügyminiszter csütörtökön Kijevbe utazik, miközben az uniós védelmi miniszterek Brüsszelben tárgyalnak. A fontosabb döntéseket az ukrán fővárosból várhatjuk. Diplomáciai megoldást kell találni, mert fegyvert nem fogunk küldeni. Ezt mondta Angela Merkel tegnap, amikor megkérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy Németország fegyverrel segítse Ukrajnát. Nem. Ez pedig Orbán Viktor válasza volt ugyanerre a kérdésre. Ukrajna az amerikaiakban bízhat. Úgy tudjuk, hogy Ukrajna felől egyelőre nem érkeznek menekültek Magyarországra, jönnek máshonnan. Például Koszovóból csak januárban több ezren. De a célország nem mi vagyunk. A koszovói menekültek főleg Németországba akarnak eljutni, Magyarországon keresztül. Maróti Tóth tíme összeállítása. Pillanatnyilag a statisztikai adatok nem utalnak arra, hogy jelentős mértékű beáramlással kellene számolni, de természetesen egy kényes helyzet van a szomszédos országban, ez bármikor előfordulhat. Ukrajnából nem, de Koszovó felől sok menekült érkezik Magyarországra. Csak idén januárban eddig több mint 10 000. A rendőrség egyedül hétfőn 330 koszovói menekültet tartóztatott fel Budapesten és Győrben. Ők vonattal próbáltak Ausztria felé átjutni a határon. A menekülteknek vonatjegyük volt, egyéb okmányuk viszont nem. A személyek döntő hányada a bevándorlás és állampolgársági hivatalhoz került, hiszen megállapítható volt, hogy korábban már menedékjogot kértek Magyarországon, tehát a személyeket menedékkérőként a menekültügyi hatóság már regisztrálta. Mivel Magyarország schengeni ország, a tőlünk Ausztria felé utazókat a határon nem ellenőrzik állandó jelleggel. Így a mostani csoporthoz hasonló menekülteket leginkább az ország belsejében lehet feltartóztatni. Az ORFK tájékoztatása szerint, ha a migránsok menekültkérelmet nyújtanak be, akkor amíg a menekültügyi eljárás tart, legálisan tartózkodhatnak Magyarországon, de innen tovább nem utazhatnak. A nemzetközi jogász azt mondja, a kérelmezők 70-90%-a eltűnik, anélkül, hogy érdemi döntést hoznának az ügyében. Az egyik verzió az, hogy fel sem száll a vonatra, hanem az embercsempész segítségével megy tovább eredeti úti célja felé. A másik verzió az, hogy felszáll a vonatra, megérkezik a befogadó állomást, ha elindul a formális eljárás,
És az érintett ott néhány nap után élvén azzal a lehetőség, hogy a befogadó állomás nem zárt, hanem nyitott, ugyancsak eltűnik. A bevándorlási hivatal adatai szerint tavaly majdnem 43 ezeren kértek menekült státust, közülük minden második koszovói állampolgár volt. A hivatal mindössze 240 igénylést fogadott el, 4453 kérelmet elutasított. Marótitó Tíme, a 7/24. Élve elégették a fogoly jordániai pilótát az iszlám állam terroristái. A Muaz al-Kasabet mágia haláláról szóló videót nem régen tették közzé. A pilótát decemberben fogták el, az egyik japán túszszal együtt az ő életéért követelték cserébe a Jordániában börtönben ülő terrorista asszony kiengedését. Az ammani kormány csak feltételekkel engedett volna a követelésnek. A politikai és a gazdasági élet irányítói üzenik meg a tehetős cégeknek, hogy mely klubokat, szakosztályokat támogathatnak. Ezt állítja Újvári Gábor, a Mészői Focisuli szakmai alelnöke. 2011 óta társasági adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely támogat úgynevezett látványsportágokat, focit, kézilabdát, kosárlabdát például, ugye ez a TAO. A pénzt utánpótlás nevelésre vagy az infrastruktúra fejlesztésére, beruházásokra, felújításokra lehet költeni. Csak hogy. Péter Fiudit riportja. Nem elég, hogy a legtöbb pénz az államtól a futballba megy, még a tavalyi TAO támogatás nagy része is hozzájuk vándorolt. Az összesen felajánlott majdnem 9 milliárdból 6,5 az ő zsebükbe került. A kosárlabda, a kézilabda, a jégkorong ennek az összegnek a tizedét kapta, a vízilabda pedig csak 200 milliót. Ha azonban az eredményeket nézzük, futball világbajnokságon utoljára 1986-ban voltunk, a világranglistán pedig most a 45. helyen állunk. Kézilabdában viszont a férfiak a 8., a nők a 3. A legeredményesebb sportágra, a vízilabdára, ahol folyamatosan a világ tetején állunk, a focinak szánt pénz 30-ada jut. A sportközgazdán szerint a 2010 előtt teljesen hiányzó állami forrásként felfogható TAO természetesen jól jön a kluboknak. A probléma leginkább az, hogy átláthatatlan rendszerben kapnak lehetőséget a klubok, hogy pénzt szedjenek össze a cégek adójából. A keretek elosztását pedig az MLS végzi. Tulajdonképpen egy ugyanolyan állami forrás, mint hogyha adóból adnák. A különbség az, hogy a sportszervezeteknek meg kell harcolniuk érte. Mindenképpen esélyegyenlőséget kellene csinálni, és azt a célt, ami miatt a pénz oda kerül, hogy legyen eredmény, azt valamilyen módon számon kéne kérni. Ezen a grafikonon láthatják, hogy mely foci csapatok mennyi TAO támogatást kaptak 2013-ban. Jól látható, hogy az Újpestet, a Szolnokot, a Gyirmótot és a Mezőkövesdet utcahosszal megelőzve a Puskás Akadémia több mint 1,5 milliárd forintot kalapozott össze a cégektől, 2,5-szer annyit, mint a második Mezőkövesd. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy az elmúlt években mely klubok kapták összesen a legtöbb TAO forrást. A Felcsúti Akadémia 4,5-szer annyi támogatást kapott, mint a második Újpest. Orbánék egyedül többet kaptak, mint az őket követő 4 csapat összesen. Az első 5 csapatban egyébként befért a Kósa Lajoshoz kötődő Debrecen és a Kubatov Gábor elnökölte Fradi is. Kialakult egy olyan réteg az egyesületek és a támogató cégek között, akik a különböző kapcsolataikat, most ez legyen politikai, de főleg gazdasági, személyes kapcsolataikat, kihasználva, jó szándékon közelítve, de végelően a markukat tartva, kijelentik, hogy segítek neked TAO pénzt leírni, de kérek vissza ennyi vagy annyi százalékot. A társasági adóból nagy összegekkel lehetne támogatni a gyermeklabdarúgást, ehelyett ügyeskedők tömött sora szétlopja a pénzt. Ezt a Mészői Futballsuli szakmai alelnöke Újvári Gábor mondja. Az ő egyesületük nehezen jut hozzá a pénzekhez, mert szerinte az győz, akinek nagy a lobby ereje. Aztán, hogy utána a focira megkapott pénz nem a gyerekekre költi, vagy csak papíron teszi, az már más kérdés. Újarról is hallottam, nem egy egyesületnél, hogy azt mondják az edzőnek a vezetők, hogy ti most akkor voltatok edzőtáborban, 2-szer is ebben az évben. Edző nézi, hogy hol voltunk, edzőtáborban voltatok, tudjál róla, és nem voltak. Tehát valakik azt az edzőtábort innentől kezdve lepapírozzák. Tavaly decemberig pontosan lehetett tudni, ki mennyit kapott, azt is, hogy kitől. A parlament azonban tavaly évvégén megszavazta, legyen titkos az, hogy ki kinek és mennyi társasági adót ajánl fel.
Péter Fiudit, 7.24. Újvári Gábort, a Mészői Focisuli szakmai alelnökét elhívtuk ide, hogy védje meg az állításait. Elnézést, hogy tegeződünk, de évtizedek óta ismerjük egymást. Gábor, gyakorlatilag néhány nap alatt befolyással, üzérkedéssel, csalással, visszaélésekkel, én nem tudom mi minden csodával vádoltad meg a magyar politika és a magyar üzleti élet vezetőit. Van-e bizonyítékod? Jó estét kívánok! Én egy rétegről beszélek, akik nem a politikai életnek a, és a gazdasági életnek a vezetői. A politikai és a gazdasági élet irányítói üzenik meg, így kezdődött egy mondat, amit nem mondtál. Akkor válaszok ketté a dolgot, igen? Tehát az ők, én azt állítom, hogy nem véletlen, hogyha ebből a bejátszásból hiányzott, hogy melyik klub a megnyert támogatásából milyen hatékonysággal hívta le a pénzt. Tehát nyugodtan kimondható, hogy a Ferencváros, a Felcsút, a Debrecen, a Honvéd jó százalékkal lehívja a pénzeit. Azért, mert segítenek nekik. Kik? Font. Ez a én azt gondolom, hogy a politikai és a gazdasági élet vezetői esetében nyugodtan vállalom, mert egy szülő meséli el nekem, hogy ő kapott munkát, egy megbízást, de már a megbízás átadásának a pillanatában megmondták, hogy majd a TAO pénzedet kinek kellene fölajánlanod. Ez még nem bűncselekmény, én ezért nem mennék el. Nem a fenét. Hát, oké. Dönts el, majd a legfőbb ügyész. Tehát azt mondja, hogy a TAO pénzéről maga rendelkezik, a fölajánlja, hát segítettek, hogy kinek ajánlja föl. Tehát lényeg, hogy nem tudom neked adni, Gábor, mondja a fia ott futballozik nálunk, mert nekem ezt már másnak kell fölajánlanom. Tehát én erre gondolok ilyen értelemben, hogy nagyon sok helyen ez megtörténik. A másik része, amit viszont én állítok, hogy vannak ügyeskedők, akik fölismerik ennek a rendszernek a hibáit, és beékelődnek a tehetetlen kisklubok és a tehetős cégek közé, igen, hogy én majd segítek, és ezáltal elveszik a sápot, és ez már mind a gyerek futballból elvett pénz. Biztos, hogy nem oda kerül, ahova szánták. Mennyi pénz tűnik el? Sac, tip, nagyságrend. Hát most mennyi a... Hát ha 10%-ot vesszük szerintem egy átlagos alapnak, akkor a TAO-ra fordított, biztosan mondható, hogy körülbelül sajnos a 10%-a. Az elmúlt néhány napod mióta megszólaltál ez ügyben, hogy telt? Csak nagyon röviden. Hát most érdekes lettem. Pedig azt mondtam ki, amit majdnem mindenki tud. De ez érdekes lettél, mit jelent? Az, hogy fölhívnak a bulvársajtó, a százalékokról. Jó, az rendben, de hogy valamilyen visszajelzést kaptál, mondjuk fenyegetést, hogy így? Hát, talán Hemingway úr egy mondatába beleképzelhetem, hogy én ugye rángalmaztam, tönkre akarom tenni ezt, és egyébként a Mészői Focisinak a szakmai koncepciója nem illik bele az MLSZ-be. Ezt azért kétlem, mert erről papírom van, hogy beleillik, egyébként nem kaphattam volna pénzt. Másrészt föl kéne ismerni Hemingway úrnak, hogyha én azokat a játékosokat kézem, akiket majd ő az akadémián továbbfejleszt. Gábor, köszönöm szépen, szerintem ez a dolog tovább fog menni. Mi tovább visszük. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad nekünk. A napszáma 35, ennyi dollárba, kevesebb mint 10.000 forintba kerül egy frissen piacra dobott hobbi számítógép. A Raspberry a málna kép egy zenét és videót lejátszani, és vezérlő központként is használható. A design a minimalistánál is kevesebb, hiszen még doboza sincs, viszont a legújabb operációs rendszereket, például a Windows 10-et is képes futtatni. És most még egyszer a legfontosabb hírek röviden. Még évekig elég az orosz gáz, hiába jár le a szerződés. Igaz, a megvett mennyiség Ukrajnán átérkezik, ahol háború van. Merkel után Putyin előtt a magyar kormány a maga útját járja. Orbán tovább egyensúlyoz Európa és Oroszország között. Amerika fegyvereket készül adni Ukrajnának, most 250 ezer ukrán katona áll 800 ezer orosszal szemben, és Oroszország atomhatalom. Ez volt a 7.24, jön az időjárás jelentés, friss hírek holnap este. Várom Önöket, viszontlátásra!